Bacsai Népkönyvtár vendégeként Bogdán József plébános költő beszélt arról, hogyan élte meg az elmúlt egy évet, amelyre a járvány mindennaposan rányomta a bélyegét. Új sor, új kezdet címmel szerveztek irodalmi estet az Óbecsei Népkönyvtárban, amelynek vendége Bogdán József plébános volt. Mindig úgy éreztem, hogy olyan, mint egy lepel, ami ránk borult, és kicsit megváltoztatta mindannyiunk életét. Úgyhogy gesztusok tűntek el. Én pap vagyok, és hát eltűntek a templomba is a készfogások, a közelségek, az ölelések. Úgyhogy ez zavaró volt, és sokáig tartott. És örülök, hogy múlóban van ez a járvány. A beszélgetésen szó esett Bogdán József korábban megjelent 13 kötetéről is, valamint arról, hogy az elmúlt időszak hogyan hatott a költészetére. Írtam, főleg magamnak, az asztalfiúknak, és elmondtam élő videókban a gondolataimat, az ilyen esszészerűen, de újságokban nem jelentettem meg nagyon régóta már verseket, se írásokat, pedig folyamatosan kérnek Magyarországról és innen délvidékről is. A rendezvény az Óbecsei Népkönyvtár és a keresztény értelmiségi kör szervezésében valósult meg.